Az időjárás kegyes volt a Veszprémi Egyetemi Napok csapataihoz, akik a Hök előtti parkolóban egy egész napos programmal várták az érdeklődőket. A diákrektori jelöltek köszöntőivel indult a nap, akik a rektori tanácsterem erkélyéről szóltak az emberekhez és bemutatták csapatukat. Az erkélyen azonban nem csak a jelöltek jelentek meg, hanem Rédei Ákos is egyetemünk rektora, és az örökös vendpápa, Leo. A rektor üdvözölte a leendő vendpolgárokat és jó szórakozást kívánt a bolondok napjához. Ezt követően Leo pápa adta áldását a jelenlévőkre, és elmondta, nagy örömmel tölti el, hogy az idei már a 22. vend lesz. Bemutatkozott a Puhi vezette vendőrség, a Luki nevével fémjelzett és külföldiekkel megerősített Vend Rasmus, a Jean-Claude Van Damme által katonás rendben tartott angyalbőrven csapat, Dr. Topek és az életmentők, valamint a Sherwoodi erdőből érkezett Rowan Hood. A köszöntők után a jelöltek, korteseik és csapattagjaik társaságában megkezdték garázdálkodásukat az egyetem épületeiben. Órákra hatoltak be, és a nyilvánosság szeme láttára megbilincselték és kivezették az oktatókat, akiket az A és B épület között kellett megtalálniuk a magukra maradt hallgatóknak. Miután a diákok sikeresen teljesítették ezt a feladatot, zsíros kenyér, limonádé és tanáruk várta őket a parkolóban. Az akciónak áldozatul esett többek között Szent Györgyi Szilárd, az MFTK dékán helyettese. Német Zoltánt, a VEN zsűriének elnökét pedig sünbe fogták. Szalkai István még azt is felajánlotta a diákoknak, hogy ha megmentik, akkor azt a vizsgán beszámítja. A tervszerűen végrehajtott rajtaütések közé egy meglepetés vendég is került. Mosonyi Györgyöt, a MOL vezérigazgatóját éppen Rédei Ákossal folytatott megbeszélésről rabolták el a csapatok, és kísérték le a parkolóba. A nap egyik legszínesebb programja az volt, amikor a VEN csapatoknak a B épület mögötti zöld területen kellett 45 darab csoki nyuszit megszerezniük. A szervezők gondoskodtak róla, hogy ez ne legyen annyira könnyű. Az április 1-jei nap így méltó nyitánya lett a hónapnak, melynek végén 26-ától kezdetét veszi a 22. Veszprémi Egyetemi Napok.